Sziasztok! A mostani kis videómban azokat a kicsiket, hasznos dolgokat fogom bemutatni, amelyek kezdő sportlövésznek kell. Nem szüksége van, kell. Kezdjük először ruházattal. Ugye, hogyha hízod a tenyered, meg hogy biztosabban tud fogni a fegyvert, kell kettő darab újatlan kesztyű. Ez momentán kerékpáros kesztyű. Ha attól félsz, hogy kimész a lőtérre és ki fognak röhögni, szar le. Mert ebbe a sportágba 1000 eurókat el lehet verni. Majd ez pénzed veszel jobban, de ha bevált, akkor minek. Én ilyennel kezdtem, és ugye ilyennel kezdem folytatni. Ez azért ilyen koszos, mert ugye ebbe vezettem haza Magyarországra. Hát igen, tiszta volt a kormány. Egyébként ebbe is nagyon jó biztos fogást tud adni a fegyvernek és a kezednek. Azért lényeges, mert ha ízed a tenyered, akkor nem fog a fegyvered kigyúszni a kesztyűbe, viszont ha nincs ott a kesztyű, akkor bizony a fegyvered mázgás lesz, mocskos lesz, csúszni fog a mark alatt, az előagy is csúszhat a kezedben, undorító, úgyhogy inkább egy kesztyűt érdemes venni. Vannak ugye úgynevezett hagyományérző lövészklubok, mint a miénk is, a Schwerinás Utzenzunft, ezekre tudni kell, hogy ők piszkosul betartják a hagyományokat, és akkor vásárolják magadnak lövész jacket, lövész nadrágot, lövész kesztyűt, lövész csukát, stb. Csukát is ki lehet lőni egyébként, mert a csukába fél óránál többet nem fogsz tudni első húzóba állni. És 100 eurónál indul egy normális csuka, egy lövész cipő, aminek ugye sík az alja teljesen. Na most hiába sík az alja, hiába merőlegesen fel fog feküdni a talajra, én azt mondom, hogy egy normális lapos talpú sportcipő, ami kényelmes, és nem teszi tönkre se a bokára, se a térdre, pláne nem a csípőred beálláskor, akkor azt mondom, hogy inkább azt vásárold meg, vagy azt vidd magaddal, mert kezdésnek egyenlőre még az ideális. Na, nézzük a technikai eszközöket. Ugye, amikor a boltba megvásároltad a fegyveredet, vagy az online shopba kiválasztottad és megérkezett, ugye, mint esetemben CZ200-as. Ezzel még az üdvösség még nem fejeződött be. Ugyanis a fegyveredet valamibe szállítani kell. Na most a fegyverhez megfelelő méretű koffert kell vásárolja. Ő így néz ki. 4 ponton nyitható, zárható. Úgy most zártam be. Kis játékos. És ugye van benne ez a kis jó kis tojásszivacs, ami megtartja a fegyver belülről. Körülről elé, kicsi nyomás nem fogja alávetni magát. Ez 94 cm hosszú. Persze vannak puskák, amik ugye hosszabbak, ahhoz ugye természetesen értelmeszerűen hosszabbat és szélesebbet kell választani, meg vastagabbat. De egyébként azt nem mondom, hogy hát ha ütöd, vágod, dobálod magát a kis drága kofferkát, akkor nem fog benne megsérülni a fegyver, de jó kis biztonságban tudod tartani. Azt tudni kell, hogy boltban, ha bemész egy ilyen sportszakboltba, akár 250 eurót is elkérnek ezért a műanyag tákolmányért. 250 euró. Hát el kell felejteni. Megmondom neked öreg a tuti tippet, felmész az Amazonra, beütöd azt, hogy fegyverkoffer, és már 40 euró, mondom 40 euró, 16 ezer forint, 40 euróért vettem ezt a koffert, 40 euró. Nem fog múlni egy 700 eurós puska élete. Na de, oké, hogy megvetted a kofferet, de ezt bele is kéne tenni a fegyvert. Mindig arra kell figyelni, hogy a füle, ugye ez lesz így felső helyzetben, mindig a diopterrel egyfelé nézzen. Mert ezt a fordítva rakod bele, például így, ahogy nagyon sok lövésztől láttam, akkor bizony belecsúszol abba a szép jó hibába, hogy ez szépen neked elkezd a diopteren megállni.
Ergo elállítódhat, legrosszabb esetben letörhet, úgyhogy azt inkább felejtsük el. Fogod szépen gyönyörűen, és akkor így bele tudod állítani a puskárat. Szóval a fegyvert azt fogod, a dioptér felfelé néz, szépen gyönyörűen beraktad. Terem, itt van benne a puskád. És szépen tudod nyitni a szájtom. Hát ezekre a dobozokra rá szokták írni mondjuk a fegyverek a típusát, a versenyzőnek a nevét, országát, stb. Majd ez rajta lesz. Meg általában rá szokták még azzal díszíteni, hogy melyik versenyt járta meg a fegyver. Mert ugye azért az sem egy utolsó szempont, hogy ilyen kis relikia félének megoldják. Na szóval akkor jött a második fontos eszköz, arra nem kijedje meg senki is, hogy egy kicsit el kell nyomni a konténerre, a kofferre, mert ugye maga a szivacs, a körülölelje a fegyvert, és majd szépen idővel majd be fog hozzá idomulni. Következő még, ami fontos, venned kell magadnak egy koffert. Ez a koffer 10 euróba került, egyébként maximum 15 euróért árusítják különböző szakboltokban, markácsáruházban, stb. Ugye a fegyvert ápolni és karbon kell tartani. Először is, ami fontos, tartozékod. És Facebook. Ez lövészkönyv, ami ugye ki van állítva a nevedre. Benne van ugye maga a lövészklub is, és ugye be van írva, hogy mégis melyik fegyverrel, milyen kaliberűvel, hanyas rövelletben hány lövést raktál le. Természetesen ezt majd az AUX-nál még ezt szépen gyere, alá kell írni majd a lövészoktatóval. De nézzük, mi is van ebbe a dobozkába. Tekintsünk bele jobban. Ugye van benne szerszám készlet, imbusz és torszkulcs készlet. Ez azért kell, mert ugye a fegyverek túlnyomó többségében már imbusz a torsz fejjel vannak ellátva, vagy ilyen kulcsnyílásokkal. De úgynevezett belső kulcsnyílásos csavarokkal vannak felszerelve. És akkor ugye ezzel, hogyha valami megrazult, utána tudsz húzni. Hát nekem ez a Brillant pusztó az azért van benne, mert hogy ugye szemüveges vagyok, azért a szemüvegemet takarítani kell. Van benne ugye még lapos fejű csavarhúzók. Hát mondjuk ez egy fázisszerúza, de egyébként kisebb csavar húzása, ez is tökéletes. Van benne ugye egy csillagfejű csavarhúzó. Csőkefe, ami gázpisztolyé volt. Természetesen van itt is három tabból összerakható tisztítóvesztőcsők, izécsőkefével együtt. És természetesen a kedvenc márkám, a Ballista a fegyverolaj. Csak most lehet, hogy a kefé keresztbe állt, és most nem fogunk tudni tőlegetolni. Mennek a viták, a melyik kefe a legjobb. Hát én azt mondom, hogy mivel ólom megy. De az ólom egy puha és kenhető fém, így én azt javaslom, hogy mindenki azért először a drótkefének az egy húzásával. A tol be is húz ki, kész a kis húz ki alapelven. Betolod és kihúzod a csőből, vagy egyszer még megismétled. Tisztító kefével, és akkor kijön az összes szutyma, ami benne van. Hiába nem fekete lőporos, vagy nitrogén celluloidos lőszert, 12 levegővel lövünk, azért maga az orrom, mivel puha fém, szeret kenődni, felkenődik a cső falára,
vagy éppensége bele a húzagolásba, jobban ki tudod vele takarítani, megéri. Kell azért legyen benne egy jó kis törlőkendő. Hát itt még amit találhatunk benne, az ugye kétféle diabóló, a gamó diabólója, hát ez csak ilyen sörös doboz írtásra ajánlom. Ami viszont baromi jó, az a H&N Sport. Na most itt ugye fel van írva, hogy 7,5 zsúl energiája, 500 darab, 0,53 g tömegű lövedék, precíziója jó. Direkt sport lövészetre találták ki, távolsága viszont eléggé gyenge. Hát én ezt meg tudnám kockáztatni, én ilyennel kongattam meg 50 méteren a Slaviámmal a fénycélt. Van még azért egy kicsike kis sebkötőző is benne, hogyha véletlenül megvásárol, megkartoltra kezdve be tud kötni azonnal. Ne kell rohangálni a mentőshöz. Talán a versenyen, hogy jaj Istenem, megkarcolt a csavarhúzó, vagy a tisztító veszély, vagy akármi. Úgyhogy ezt mondom nektek, hogy nem kell megijedni, aki ebbe a sportba belekezdett, a sportot ki lehet hozni olcsón is, és észszerűen. Nem kell belugrani mindenféle hülyeségbe, ha azt mondják lövésztársak, hogy hú, ezt vagy azt vedd meg, mert hogy ez márkás, mint például a Sauer, és most nem a fegyvermárkára gondolok, hanem a ruházatra. Amíg azt mondod, hogy te ezt finanszírozni tudod olcsón is, ugye versenyen is helytállsz, addig szerintem azt mondom tökéletes. Egyébként mindenkinek pénzszázra függő, hogy most akkor mit fog csinálni, vagy mit nem, mit fog megvásárolni, mit nem. Ami nagyon nagy anyagi költséget jelenthet egy sportlövésznek a számláján, az az, amikor megvásárolja a sportfegyverét. Mert azért akárhogy is nézzük, 700 euró a németországi viszonylatban is egy másfél méni jobbnak felel meg. És azért ott van, hogy az 210 forint, az magyarországi viszonylatban viszont két darab fizetés már, ha azt veszük. Egy két alapfizetés. De egyébként azt mondom, hogy maga az élmény az megéri. És csak továbbra is kiállok amellett, hogy észszerűen is lehet költekezni. Csak azt, amire szükségünk van. Szóval nem kell a 25-30-40 eurós kesztyűt megvenni, meg az 50 eurós kesztyűt. 10 euró. 10 eurós kesztyű. Kész. Ez full bőrből van, hát is a full bőr azért túlzás, de itt ezen a részen, a főbb részeken teljesen eredeti bőrből van. Ez ugye textil, gyöngyvászon. Kinek mi tetszik, nyugodtan be lehet investálni, de ezek kellenek. Ezt javaslom mind a kettőt. Ezt a fajta bőrt is, meg ezt a gyöngyvászat is javaslom, tényleg. Azt mondom, hogy ha úgy van, akkor ezeket vedd meg. De a lőcipőt, meg az ilyen hülyeségeket egyenlőre még várjál vele. Kezdjél bele a sportba, kóstolgasd, ízlelgesd, tapasztalódjál. Majd utána, hogyha hozni fogod az eredményeket, akkor azt mondod, hogy talán esetleg, de még akkor is inkább javaslok bele egy talbetétet, mert parmi kemény, olyan, mint hogyha betonon állnál. Javarészt tök mindegy volna, mint hogyha mezitál bánnál kinn a lőállásba. Csak ugye az nem kényelmes, mert sütni fogja a lábadat a talaj. Pláne, hogyha hideg van, úgyhogy ennyit szerettem volna egy ízelítőbe elmondani. Ha tetszett a videóm, lájkoljátok meg, köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!